Start. Start elindult a 600 ezer forinttal díjazott Platter Chatter Day, a napi főverseny, a nagy díj azonban még hátra van, és hetessel Turaco Jet igencsak gyorsan kezdett, és lehet, hogy a vezetés is át tudja venni. Oltár Mediamendat hajtója visszaveszi a vezetőlovak mögé. Sahari jól kezdett, övé a fal, de Turaco Jet is már a falon van, így aztán ő diktálja a tempót. Igencsak erős, tehát a verseny eleje, a mezőny végén Timoteo, illetve a másik favorit Vortice B. Tehát itt van Varga Sándor és itt van Velko Mazsit ismételten két favorittal, és beülnek a vezető lovak mögé, a boly mögé. Elképzelhető tehát, hogy óriási a tempó, így aztán a favoritokkal várnak. Hát van miért várni, mert Turaco Jet óriási tempóban száguld az élen, 20 méterrel vezet. Bírja ezt a végéig, ez a nagy kérdés. Sahari mögött a második pozícióban Rafael Witt Oldtimer díja van, a két nagy kedvenc, még mindig csak a mezőny végén, miközben Turaco Jet előnye legalább 20 méteresre tehető a többiekkel szemben. Egy bolyban versenyeznek egyelőre mögötte, tisztes távolságban méghozzá Saharin vezetésével. Sahari, Rafael Witt, Oldtimer Diamant, Samuel Beckett Eti, Vortice B, illetve Timoteo. Ez a sorrend a bolyban, miközben a vezető ló azért kezd kicsit fáradni, de mindig legalább 10 méteres az előnye a többiekkel szemben. 700 méter van még hátra a Platter Chatter Day-ból, vezet továbbra is Turaco Jet, mögötte nincs igazán mozgás, Timoteo és Vortice B változatlanul a mezőny végén, de minthogyha az egész boly kezdene lépésről lépésre közelíteni a vezető Turaco Jethez. Továbbra is Saharin a második, Rafael Witt pedig a harmadik, és mire megérkezik a mezőny az utolsó kanyarra, úgy tűnik, hogy elolva Turaco Jet előnye. Turaco Jet igazi 1600-asról, legalábbis Olaszországban mérföldre óriási formákat futott. Az igazi verseny azonban még csak most kezdődik, hiszen utolérték a fáradt lovat. Kérdés, hogy kik fognak magukat fönn akadni. Egy picit Oldtimer Diamantnak megtört a lendülete, kívül pedig a harmadik pozícióban már támad Timoteo, mellett a második spurban van Rafael Witt, egészen kívül pedig jön Vortice B. Óriási verseny lehet a végén. Timoteo nagyon magabiztosan vezet. Timoteónak van 2-3 hosszas előnye a többiekkel szemben. Vortice B még csak most fog igazán kibontakozni. Vezet Timoteo, és ezt a versenyt megnyeri Timoteo. Timoteo a győztes, Vortice B mögött a második, és Oldtimer Diamant megérkezik a harmadik helyre a Platter Chatter díjban, és itt is egy jó idő, 16 töredékes idő, 16-7, csak úgy, mint az előző versenyben.